eddig az iskolának a fűtési rendszere az nem volt szakaszolható, itt a beruházásnak köszönhetően viszont most már külön részenként, egységeként vannak az iskola épületei. A teljes gépészetet újra cserélték a kazánházban, ez a Szekszeli Bakka István Általános Iskola korszerűsítésének egyik leglátványosabb eredménye. A munkálatok fél évig tartottak, így az intézmény vezetőinek meg kellett oldaniuk, hogy a tanítás mellett a szakemberek is dolgozni tudjanak. Ez nem volt könnyű, de az iskola igazgatója azt mondja, megérte. A visszajelzések alapján mind a pedagógusoknak, mind a gyerek nagyon tetszik az iskola átalakított dizájnja. Ugye a régi ablakok ki lettek cserélve új ablakokra, illetve a külső homlokzat is megújult, ezáltal egy szép esztétikus intézményben tanulhatnak és dolgozhatnak a kollégák és a gyerekek. A beruházás több mint 600 millió forintba került, aminek a nagy részét még az előző ciklusban egy topos pályázaton nyerte Szekszárd önkormányzata, a forrás egy kisebb hányadát pedig a Paksi Ipari Park Kft. Biztosította. A pénzből az iskola teljes energetikai korszerűsítése megvalósult. A napelemrendszer került megépítésre, a szellőző berendezések, a fűtésrendszer részleges radiátorcselékkel megújult a teljes épületben, és a biztonságos levegőcsere és a stabil, biztonságos fűtés került kialakításra. Ezek mellett az épület nyílászáróit is újakra cserélték, valamint megtörtént a külső hőszigetelés és a lábazat felújítása is. A gyerekek így szeptemberben már egy 21. századi körülményeknek megfelelő iskolában kezdhetik meg a tanévet.